A héten több centiméter hó hullott Szekszárdon, sem az autó, sem a gyalogos, sem a biciklis közlekedésben nem okozott fennakadást a havazás. Azonnal reagálunk a hóesésnél. Elsősorban a buszjáratokat, tehát ahol a buszok közlekednek, ezeket az utakat takarítjuk először, aztán a hegyi utakat, és akkor utána így megyünk szépen sorba. De mostani időjárás ez kegyes hozzánk, úgyhogy nem biztos, hogy minden utcába eljutunk, mert lehet, hogy elolvad addig a hó. A város alkalmazottai folyamatosan járják Szekszárdot, ahol még havas, jeges részeket találnak, lapátot, szóróanyagot fognak, hogy sikosságmentesítsék a területet. A Tolnai megyeszékhelyen, ugyanúgy, mint a legtöbb településen, sikerült eltakarítani a havat a gyalogosok által használt utakról. A közterületeket nem csak nekünk kell takarítani, hanem az ingatlan tulajdonosoknak is. Tehát az ingatlanuk mellett húzódó járdákat ők kötelesek takarítani. Ezt a szekszári köztisztasági rendeletben meg is lehet nézni. A városban 4 tolólappal és szóróval ellátott teherautó, 3 mezőgazdasági vontató és 2 kis traktor biztosítja a járható utakat. Egy gép 6-8 óra alatt végigmegy a kijelölt területén. A járdák sikosságmentesítését akkor, amikor havazik, még nem szokták megkezdeni, a friss hó ugyanis hatástalanná teszi a szóróanyagot.